A Felső Tisze vidéki Vízügyi Igazgatóság négy éve döntött úgy, hogy olyan projekteket kezdeményez, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést. Ezért olyan pályázatokon indultak, amelyek a négy szakaszmérnökség helyszínét, a Nyíregyházi, a Máté a Kisvárdai és a Vásárosnaményi épületet önfenntartóvá tudják tenni. A sikeres pályázatok után a fejlesztések 2015-ben befejeződtek. Azóta szinte 100%-ban megújuló energiával üzemeltetik ezeket az intézményeket. Erről Nagy Krisztián beszélt 35 perc című műsorunkban. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság osztályvezetője hozzátette, a fejlesztések napelemes rendszerek kiépítésével folytatódnak ez a mostani projektünk 42 helyszínt érint. A központi épületünket is, ami az előző fejlesztésből sajnos kimaradt, ezt érint, és további 41 helyszínt, szivattyú telepeket, védelmi központokat érint, illetve egy műtárgyat, a lónyai torkolati műtárgyat láttuk el szintén napelemekkel, ismételten. Ez a projekt, ahogyan is említette, közel 250 millió forintos nagyságrendű, itt 404 kV-ampernyi beépített teljesítményt helyeztünk el, a projekt lezárult, Január 31-ig befejeződtek az építési munkálatok, a műszaki átadás átvételek megtörténtek. Most pedig a projekt zárása, az, ami hátra van, a pénzügyi elszámolás. A beruházás részét képezte a rétközi tározó megmentése, amely a Feti vízig működésének meghatározó létesítménye. Ez feltöltött állapotban Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava. Azonban az elmúlt években ez a több mint 10 millió köbméteres tározó teljesen kiszáradt. A megmentése érdekében vízkivételi művet építettek, amelyel bármilyen tiszai vízállás esetén fel lehet tölteni a tározót. Ez jelentős energiafelhasználással jár, ezért megépítettek hozzá egy 200 kV amperes napelemparkot is. Ennek eredményeképpen azt lehet mondani, hogy 3000 gigajoul az a megtermelt áram, ami tulajdonképpen a napból jön, és környezethatékony módon jön, és nem kell felhasználnunk. Ez, hogyha forintosítani kellene, akkor nagyjából egy olyan 20-25 millió forint megtakarítás jelent az igazgatóságnak éves szinten. Tehát ez egy komoly teljesítmény, és bár környezethatékonyak, környezettudatosak akarunk lenni, de azért mindenkiben ott motoszkál minden fejlesztésnél, hogy az gazdaságilag mit is jelent. Ez én úgy gondolom, hogy gazdasági oldalról tekintve is igencsak kecsegtető. A napelemek Tiglen is jól működnek, hiszen már szórtfénynél is termelnek energiát. A Feti Vizik további fejlesztésekre nyújtott be pályázatot, amely főként gátőrházakat érint majd további 42 helyszínen.